Úristenem, meg nagyon félek. Igazából most annyi van, hogy úton vagyunk vérvételre. Amitől nagyon félek, úristen. És egyébként nem vagyok beteg meg semmi, úgyhogy ne ijedjetek meg. Csak egy kontroll vérvétel, ilyen normális évi szűrővérvétel. De nagyon félek tőle, mert utálom, ha megszúrnak. Félek a tűktől, félek a szuriktól, ugye a vérvételtől. Úristen, nem tudom, mi lesz velem, és remegek. És anya, meg kineved! Kineved! Azt mondja, hogy cuki vagyok, de még mondja, hogy egy vérvétel az semmi dolog, de nagyon is nagy dolog. Én konkrétan félek tőle, és nem szégyellem, én félek tőle. Úristen. Cukika. Nem! Mondom, hogy cuki vagyok, ez egy nagyon nagy dolog, ijesztő dolog. Anya? Nem is értem, hogy ő hogy nem fél. Imádom. Írjátok meg! Úristen! Ezt hallottatok azt, hogy imádja! Na jó. Na jó, no, a túlzás. A túlzás azért, de igen. De inkább vérvétel, mint injekció. Igen? Aha. Én lehet előbb bevállalnék egy szurit, mint egy vérvétel. Nem tudom. Hát nem tudom. Talán a szuriba az az, hogy belét szúrják mélyre. A vérvételben meg azt utálom, hogy ugye megszúrnak, és ahogy így szívják ki, mint egy vámpír a véredet. Fúj! Utálom, úgyhogy most nagyon félek! És két perc, és ott vagyunk. Emberek, én ezt nem fogom kibírni. Szállunk a kocsiból, és elindulunk felfelé. És nem tudom, mi lesz, de még mindjárt rájövök. És ez most nem hiszi, ezt most halálkomolyan mondom. Úristen, én nem vagyok ez a hittizős típus, és így át jól szoktam bírni, de ez... Úristen. Mondtam anyának, hogy fogni a közben a kezemet, és annyira meg fogom szorítani a kezét, amennyire nekem fáj. Akkor ő se jár jól. Rossz van így meg. Tudja, hogy nem megyek be, anya, menjünk haza. El fog hájulni. A gyerek. Mi levegő? Senke? Erős táj vagy, és nagyon fogod megérezni. Ezt nem lehetne megérezni. Végeztem, és most tudom le a vattát a kezemről. Ám, hogy nem volt vészes. Jó, hiába. Jó, csak már régen volt, és akkor rosszabbra emlékeztem. De nem is volt vészes egyébként. Hát, inkább utána fájt, mert az még úgy, oké, olyan fura érzés, hogy tudod, hogy benned van egy ilyen tű, de utána, amikor kiszedte, akkor elkezdett fájni, de nem vészes, úgyhogy egyetlen nem volt egy nagy fájdalom, inkább csak egy kicsit kellemetlen, de tényleg ki lehet bírni, úgyhogy ha ti mentek, picit se kell férni, és majd kövire én sem fogom. De ezért vicces volt. Ameddig várakoztunk, hogy én ott mit csináltam, nagyon durva volt, hogy teljesen féltem, és amikor behívott, akkor mondtuk a nőnek, hogy nagyon félek, és mondta, hogy nem kell. Nagyon aranyos volt, úgyhogy ez megnyugtatott. Ja. De túléltem, és nem volt vészes, úgyhogy... És most, hogy ezt túléltem, pedig nem számítottam rá. Úton vagyunk matekra. Nem egyébként jó lesz, csak azért elfáradtam, mert a legfárasztóbb dolog ebben az volt, hogy ugye így rástresszeltem, mert féltem, hogy fájni fog, és nagyon izgultam, és az lefáraszt, de nem baj, kibírom a matekot. Már hazaértem matekról, és most próbálok egy nagyon különleges biciklit csinálni, amihez fel kéne ragasztanom az ajtómra a telefonomat. Úgyhogy, jelkezdve nézzétek, ez milyen cuki, úgy imádom. Szóval ide fel kéne ragasztani a telefonomat, erre a csíkra itt. Itt van a Cellux. Itt a telefonom. Kicsit félek, hogy leesik. Kipárnázom ezt is, meg rakok takarót alá. Na várjatok. Itt a takaró az ajtó alatt. Ez most nem sikerült, de nem adom fel, megpróbálom valahogy máshogy. Gondolkozz, Csenge, mit tudnék? Megvan! Na, van egy újabb ötletem. Szóval, sikerült megcsinálnom azt a videót, de nem lett valami jó. Nem olyan lett, amilyennek elképzeltem, mert
volt egy ilyen elképzelésem, hogy hogy akarom megcsinálni, és nem olyan lett, úgyhogy csak ez belelóg, azért bitiszkálom, bocsi. Úgyhogy csináltam egy másik fajtát, mert közben lett még egy ötletem, és az is nagyon jó lett, úgyhogy végül is azt posztoltam. Úgyhogy ha nem követnétek Musical.ly-n, akkor Csenge Forszen a nevem, és ide alulra le fogom írni. Igen, azt sikerült megcsinálnom, de nagyon-nagyon-nagyon sokat küzdködtem azzal, hogy össze tudjam vágni, mert valami nem működött. Nem tudom, miért nem akart összevágni, de megoldottam. Aztán ettem egyet, nem tudom, ez minek számít, hogyha ilyenkor eszek, mennyi az idő? Hát egy ilyen uzsonnát ettem szerintem. Átadom a melegítő lacimat, mert ez nagyon kényelmes. És most pedig be kéne fejeznem a tanulást. Most van egy nagyon különleges vendégem. Elkéstél! Kicsit állítani kéne a kameramokat. Szia, Buci! Szia, édes bogár! Majd nap pedig mézes kalácsot fogunk csinálni a fejtelen Gáborral. Most már van fejed. Most már van fejed. Szóval, na. Itt vannak, már beleraktunk pár hozzávalót. Nem tudod? Tadá! Du-du-du-du! Anyuci majd nem sokára hazaér, és akkor ő is beszáll. De addig mi ezt előkészítjük. Nem kell összekeverni, jó? Rádízom. Hát adjál neki, édes Bogi. Ezt most kézzel fogjuk összedolgozni. Annak érdekében, hogy igazi, finom kézzel készít, hát nem is géppel keverjük, bár van hozzá gépünk, de... Csak ez az esti sport. Összegyúrtuk az összetevőket. Itt van. Úgy néz ki egyébként, mint egy slime, nagyon vicces. És most pedig majd kinyújtjuk és kiformázzuk, de minden előtt megfestelem, hogy jó lett-e az íze. Még így nyersen, hogy kezdjátok meg. Nézzük. És fura íze lesz, de... Az előbb nagyon méz íze volt, úgyhogy még rakunk bele fűszert, plusz lisztet. És meglátjuk, hogy milyen lesz. Meg diót is rakunk rá. Szuper lesz, meg bele egy kis diót. Anyut meglepjük egy kis mézes kalácssal. De jó dolga van. Nem engem, de én imádom csinálni, úgyhogy... Mivel nagyon úgy ez... Jaj! Elnézést, hát az előről kell kezdenem, lelövöm a poén. Úristen! Szóval, mivel nagyon-nagyon megtiszteltetésnek érzem, hogy ilyen szakács mellett állhatok, aki egyébként nem szakács, de szakács, ilyen szakács mellett főzhetek, mint az Apuci. Ezért úgy érzem, hogy felvehetem ezt a főzőkötékét. Úgyhogy ezzel lesz szeretnék megkérni, hogy koronázz meg ezzel a gyönyörű főzőkötényjel. Szóval, nem mutatom a ruhámat. Ez egy gyönyörű. Ilyen tökéletes pink köténke van rajta. Nyújtani. Jó? Mit csinálni? Nyújtani. Elég felkészült. Mézes kütő, mézes kalács sütő család vagyunk. Vaj, anélkül is simán megoldjuk. Csinálunk tégel alap mézes kalácsokat, az íze ugyanaz. Végül is, tök mindegy. Késsel fogjuk kivágni. Emberek nem tudok beszélni. Késsel kivágjuk. És viszont, erre nagyon büszke vagyok, de vannak híreink. Ezt a múltkor még a lányokkal vettük Halloween-re, de mivel nem használtuk el, ezért most fogom. Igazából nem tudom, hogy az étel színezik. Vagy ilyen díszt lehet rá csinálni vele, nem szerintem tudom. Szerintem színes cukor már ez egyébként. Színes cukor? Nem tudom, majd kiderül, de... Még nem jutottuk ki, úgyhogy majd... Kérem, megfelel! Figyelj! Bármi! Most ki fogok próbálni valamit, amire mindig is vágytam. Utána újra össze kell gyúrni, de megéri. Most ki kell próbálnom, úgyhogy... Két az első adag, első kör, és most azt teszteljük. És egyébként... Nem rossz, de még egy pici... Szerintem... Fűszer kéne vele, ilyen mézes kalácsokat. Akkor megmutatjuk, hogy hogy kell mást hasznosítani. Találtam a legnagyobb kávésbögrémet, ez a kedvenc kávésbögrém, és ezzel nyújtjuk a tésztát, illetve... Hát a szívecskék meg a csillagok helyett pedig ezzel szakés pohárral fogunk kis köröket formálni. Oh. Hát mint egy pogácsa szaggató úgy fog működni. Hát most így fognak kinézni a mézes kalácsaink, de remélhetőleg nagyon finom lesznek, úgyhogy olyan lesz az íz. Amikor nem tudjátok a spanyol számszövegét.
Nada! Készítettek a mézes kalácsok, most már sajnos le kéne mennem a kötényemet, de még rajtam van. És készen lettek, ilyen kis tallérkák lettek. Ilyen formát tudtunk nekik csinálni, de nagyon-nagyon jól néznek ki, és isteniek emberek, nagyon jól lett, úgyhogy büszke vagyok magunkra. Anyu meg fog lepődni, milyen finomat csináltunk. Nézzétek! És a jó sülteket szeretem, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom. Úgyhogy igen, nagyon remélem, hogy anyucinak is ízleni fog, bár azért az ő mézes kalácsát nem lehet überelni, mert az a legjobb, de biztos ez is ízleni fog neki. Nagyon-nagyon finom, imádom, és most jó sokat fogok belőle lenni. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Puszi, holnap találkozunk!